Ilyes Gyula fogalmazta egyszer, hogy ma sem szülnek tehetségtelenebb gyermekeket az édesanyák. Ma is így van ez. És a fiatalok között is van érdeklődés, meg kell találnunk őket. Nincs tehetségtelen ember, nincs tehetségtelen település, nincs érték nélküli település, nincs érték nélküli ember, csak tehetségtelen politika van. Tehát még nem képes jó helyzeteket teremteni embernek, településnek egyaránt. Tulajdonképpen ez a törvény azt teszi, hogy megpróbál helyzeteket teremteni pályázatokkal, programokkal, különféle lehetőségekkel, hogy és ennek mélyén ott van a sikerélménye legyen embernek, településnek, közösségnek egyaránt. És ez a sikerélmény, amelyik azért fölhevíti, fölízítja az adott ember, települést, és ennek segítségével azért bátrabban néz körbe, kicsit kiegyenesedik, és nagyobb teljesítményre, minőségi teljesítményre képes. Én nagyon örülök annak, hogy Pesti meg képviselő társammal, Závogyán Magdolnával, Vénémet Zsolttal évek óta készítjük elő ezt a rendezvényt, amelyik aztán gyűrűzik tovább, hullámzik tovább, helyi rendezvényeken, megyei rendezvényeken, és tulajdonképpen ez a dolgunk, ez a feladatunk.